Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Az egészségünkkel fogunk foglalkozni a következő 25 percben. Gyakran halljuk azt a kifejezést, hogy immunrendszer. Gondoljuk magunkról, hogy úgy nagyjából már tudjuk is mi az, de azért higgyék el, hogy sok érdekesség fog majd ezzel kapcsolatban kiderülni a következő beszélgetésben is. Felvezetésként hagy hozzam az internet segítségét az immunrendszerrel kapcsolatban. Ezt a kifejezést találtam a Wikipédián, hogy az immunrendszer a szervezet védekező mechanizmusa egy adott antigén hatására kialakuló és esetleges fertőzés elleni védekezésben résztvevő sejtek, szövetek és szervek együttműködése. Egyébként a szó jelentése, az immun jelentése, védettség, mentesség. Most ez volt a hivatalos kifejezés. A következőkben segítségünkre lesz vendégünk, hogy eligazodjunk az immunrendszer működésén és alapja. Supriszné Tóth Mária, akit nagy szeretettel köszöntök, róla tudni kell, hogy fitoterapeuta, táplálkozástudományi szakember, egészségtantanár és a Királykút gyógynövényszaküzlet tulajdonosa. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervus Csilla, üdvözlöm a hallgatókat, a nézőket. Én is köszönöm szépen a meghívást, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az immunrendszer egy nagyon fontos szerv, bár ezt is kutakodtam, hogy szerv, mert ugye szerveinket többnyire láthatjuk, de igazából legalábbis, ha már oda jutunk, ahol megnéznek bennünket belülről, de igazából, hogy az immunrendszer látható-e, vagy hogy kell elképzelni, ezt igazából nem tudom. Hát maga az a szó, hogy rendszer, tehát itt érdemes megállni, hogy rendszer, és minden rendszer fogalmú dolog több összetevőt tartalmaz, vagy több összetevőt sejtet. Ugyanígy van az immunrendszernél is, amit te felolvastál, ugye az nagyjából igen úgy van, de hát azért ott maga az immunrendszer két dologból tevődik össze, van a veleszületett és van a szerzett. Tehát amikor megszületünk, akkor van egyfajta immunitásunk, ami az evolúció során alakult ki, és az életünk folyamán szerzünk hozzá még különböző készségeket, vagy éppen a veleszületett immunrendszerünket amortizáljuk le, tehát ez mindenkinek az életmódjától függ. Na most maga a rendszer szó, az azt akarja, hogy sok minden. Tehát például az immunrendszer része a bőrünk. Tehát a legnagyobb védekező szervünk, mert hogyha a bőrünk nem ép és nem egészséges, akkor könnyedén be tudnak hatolni a kórokozók. De az immunrendszerünk része a nyálkahártyánk. A nyálkahártyánk állapota, miensége. Az immunrendszer része a szemünk, a könny, tehát maga a szem minősége, tehát nagyon-nagyon sok minden, és egy nagyon fontos dolog, amit talán már ugye az emberek is ismernek, hogy a bélflóra állapota, hogy milyen a bélflóránk, mennyire van rendben a probiotikus közegünk, de ugyanúgy egyébként a bőrünk minősége is mennyire van rendben. Ugye szimbiózisban élünk nagyon sokféle baktériummal, amelyek jótékonyak is, tehát maga a baktérium szó az nem mindig negatív hozadékú. A jótékony baktériumokra is szükségünk van, és hogy folyamatosan a bőrünket mindenféle kozmetikumokkal terheljük, akkor egy idő után sajnos ez a barrier, ez sérül, és problémát okoz. De például az immunrendszer része a vizelet, ami kitisztítja a húgyutakat, hogy a baktériumoktól mentesek legyünk. Tehát nagyon-nagyon sokrétű, például a gyomorsav. Tehát, hogyha nem lenne megfelelő mennyiségű, minőségű gyomorsavunk, akkor a gyomron keresztül nagyon sok kórokozó bejutna a szervezetbe. Amiért most előtérbe került az immunrendszer kifejezés, illetve foglalkozni az immunrendszerrel, az sajnos nem feltétlenül baktérium, hanem vírus. Emiatt is figyelünk oda, hiszen tudjuk, hogy akár a COVID ellen is védekezni az immunrendszerünk erősítésével lehet, de ugye mondtad, hogy például a bőr vagy a szem és köz, az nem azt jelenti, hogy a bőrünket majd több testápolóval kezeljük, és bizony, akkor megvéd bennünket, hanem egészen máshogy kell elképzelni. Térjünk oda-vissza, hogy veleszületett, illetve szerzett. Tehát a veleszületetről mondtad, a szerzett az elkezdődik ott, hogyha a baba anyatejet fogyaszt? Igen, hát ott a maga a kolosztrum, ami az anyatejnek egy nagyon fontos része, az erősíti ezt a bizonyos veleszületett immunrendszert.
ami a csecsemő mirigy működésén is alapszik, meg egyébként sok minden máson, tehát ez nagyon bonyolult ez a dolog, most itt tényleg nagyon nagy léptékekben beszélünk róla. De valóban onnantól kezdve ezek a bizonyos immunglobulinok, ami a szerzett immunrendszernek részei, ezek tudnak erősödni, például az IgG az a kolosztrum segítségével nagyon jól erősíthető, hogyha netántán immunhiányt tapasztalunk esetleg a csecsemőknél, de egyébként felnőtt korban is lehet ezt a fajta globulint erősíteni. Ugyanígy a felnőttek is fogyaszthatnak kolosztrumot, ma van már ugye boci tejből kivont kolosztrum áll rendelkezésre, amivel lehet immunrendszert erősíteni. De általában a felnőtteknél ez a bizonyos limfocita, ez a globulinok, az IgA az, ami hiányozni szokott, ami felelős egyébként a felső légúti betegségek kezeléséért, tehát hogy hogyan tudja a szervezet lereagálni az infekciókat, vagy hogyan nem tudja. Ezt a bizonyos IgA-t lehet erősíteni. És azért örömmel hallottam most itt a vírus kapcsán, hogy elhangzott médiában sok területen, hogy bizony igen kell vitaminokat szedni, kell az immunerősítést alkalmazni és odafigyelni rá, mert ugye ezt nagyon-nagyon ritkán halljuk. Most azért ugye annyira erős ez a fenyegetettség, hogy ez előkerült. És tényleg nem mindegy, hogy a vírusokkal szemben hogy működik a szervezet, mert ugyanaz az immunrendszer véd a vírusok ellen, mint a baktériumok ellen, hiszen a vírus is egyfajta kórokozó, és ezek a bizonyos antigének, amiről te beszéltél a legelején, ezek az antigének ismerik fel a kórokozókat, és aztán antitesteket kezdenek el termelni a kórokozókkal szemben. Tehát tulajdonképpen az sem mindegy, hogy melyik területét fejlesztjük az immunrendszernek, mert hogyha éppen a légúti veszélyeztetés van, akkor oda kell figyelni, hogy ezt a területet védjük és fejlesszük. Pontosan így van. A gyógynövények tárháza szinte kimeríthetetlen, és nagyon sok olyan növény van, ami kifejezetten a felső légúti immunitást segíti, véd bennünket, magának a kórokozónak a behatolása ellen is, mert most már vannak olyan készítmények, amelyeket, hogyha elszapogatod, olyan szintű bevonatot ad a nyálkahártyán, ami megakadályozza a vírusok bejutását és a baktériumok bejutását, tehát nevezük kórokozóknak őket, megakadályozza a kórokozók bejutását nyálkahártyán keresztül. Melyik az a korosztály, akinek a leginkább van szüksége immunerősítésre? Hát igazából talán nem lehet így kategorizálni, azért nem, mert nem mindegy, hogy ki hogyan rabolja ki a testét. Mert azért a maga az immunrendszer, ugye az elején egy kicsit átugrottuk, hogy mi a része az immunrendszernek, de hogy mi befolyásolja az immunrendszert, mi az, ami esetlegesen erősítheti vagy gyengítheti, arról még nem esett szó, ilyen például az, hogy mennyit tudok pihenni, mennyire stresszelem magam, mennyire kiegyensúlyozott a táplálkozáson. Tehát, hogyha már gyerekkorban rosszul tápláljuk a gyerekeket, esetlegesen nem pihen eleget, úgy eszik, hogy közben ott a kis kütyű, és vagy a tévét nézi, vagy tehát nem fókuszál az ételre, nem lesz erős immunrendszere, nem alakul ki megfelelően, akkor a gyereknek is szüksége van rá. De ha felnőtt korban nem sportolunk eleget, vagy túl sokat sportolunk. Például ez is egy probléma, hogyha valaki túl erőlteti a szervezetét. Tehát meg kell találni azokat az optimális tevékenységeket, amellyel a jólétünket tudjuk biztosítani, fizikális jólétünket. Mérhető az, hogy rendben van-e az immunrendszerünk? Mérhető. Igen, ezeket a globulinokat például tudják mérni, amiről beszéltem, a globulinok szintjét, és ezen keresztül lehet következtetni arra, hogy milyen állapotban van az immunrendszer. Ha magunkat figyeljük, akkor észrevehetjük azt, hogy probléma van? Mindenféleképpen. Tehát már az egy jel, hogyha valaki fáradékony. Tehát azt mondja, hogy én fölébredtem reggel, és úgy ébredtem, mintha nem is aludtam volna,
pedig jól aludtam, bár jellemző, hogy a rossz alvóknál fokozott az immungyengeség egyébként, de hogy jól aludtam, és ennek ellenére nem érzem magam kipihentnek. Tehát amikor reggel felébredünk, ha egészséges az immunrendszerünk, akkor egy kipihent állapotba kelünk föl. Ha ez nincs meg, akkor sajnos oda kell figyelni, akkor valamit tenni kell annak érdekében, hogy ezen javítsunk. Most, ha teszem azt, valaki stresszes életet él, és érzi, hogy az immunrendszere nincs rendben, akkor kifejezetten a stressz ellen kell őt védeni, vagy általánosságban az immunrendszerét erősíteni? Mind a két oldalt lehet erősíteni, de nyilván, hogyha tudom, hogy én egy nagyon stresszes ember vagyok, tehát azokat a napi dolgokat rosszul élem meg, mert ez is ugye stressz. Kinek mi a stressz? Sejje János ugye stressz fogalmának megalkotója, ő azt mondta, hogy mindenkinél az a stressz, amit úgy érzékelünk. Tehát lehet, hogy én mondjuk neked mondok valami csúnyát, akkor te azt mondod, hogy hát ez a nő nem normális, vagy egyszerűen olyan szinten bestresszelsz, és olyan hormonok generálódnak a szervezetedbe, ami téged gyengít. Tehát, hogyha valaki hajlamos arra, hogy stresszeljen, vagy netán-tán tényleg olyanok a körülményeid, nem tudja ezt megkerülni, akkor mindenféleképpen effektíve ez ellen, a tény ellen kell tenni. Tehát nagyon sok olyan gyógynövényünk van, ami a stressz tűrő képességet. Tehát nem csak az, hogy a stressz által generált hormon túlsúlyt csökkentse, hanem a stressz tűrő képességet is emeli. Tehát az inger küszöböt megemeli. Azt mondja, hogy amin eddig rágtam magam, most egyszerűen mosolyogok rajta, hogy na jó, hát ezt most felejtsük el. Tehát két oldalról is lehet támogatni. Azt veszi észre, hogy nem veszi észre. Így van. Beszéljünk időszakokról, hiszen a Covid miatt is most ez az érdekes, ugye nyár volt. A nyáron szabadságon vannak az emberek, tehát pihentek az emberek. Több vitaminhoz jutunk, hiszen ott vannak a friss, csodálatos gyümölcseink, a friss zöldségek, tehát biztos, hogy több vitamint is ettünk, és erre föl jön az őszi időszak, ami egyébként is a vírusok miatt veszélyeztetett. Igen. Amit te elmondtál, az a nyárnak a pozitív hatása, de hát van ugyanannyi negatív hatása is, mert miért ne lenne? Például a túlzott napozás. Túlzott napozás nagyon igénybe veszi az immunrendszert. Mint minden túlzás. Egyébként megfelelő mértékű napozás az a D-vitamin strukturációban pozitív szerepet játszik, ugye, mert a D-vitamin egy nagyon fontos eleme, és direkt nem mondtam, hogy vitaminja, mert ugye most már a D-vitaminról tudjuk, hogy nem is vitamin, tehát egy nagyon fontos eleme az immunrendszernek. De hogyha túlzásba visszük ezt a napozást, akkor például nagyon erősen gyengítjük az immunrendszerünket. Azon kívül, hogy ha nyár van, szabadság van, akkor mindenki egy kicsit jobban elengedi magát. Tehát bőségesebb a táplálkozás, esetleg zsírdúsabb, esetleg több az alkohol. Tehát egy kicsit más életet élnek az emberek, és amennyire erősít, annyira tud gyengíteni is. És jön az ősz. Egyébként a maga az évszakváltozás ténye, a szervezetre nézvén egy stressz hatás. Például az emésztőszervi betegségeknél, akiknek bármiféle idült, hurutos problémájuk van, ott amikor évszakot váltunk és őszbe megyünk, akkor alapban belobbannak a gyulladások. Tehát anélkül, hogy ő bármit is tett volna, másként, mint ahogy szokott, egyszerűen maga az évszakváltozás ténye generál ilyen problémákat, és belobbantja a gyulladásokat. És ez így van az immunrendszernél is, maga az évszakváltozás ténye befolyásolja az immunitásunkat, és akkor erre még rájön az, hogy ezekben az időszakokban felerősödnek a különböző kórokozók terjedése, és ez a kettő együtt azért már nagyon sok. De erre rá lehet, és rá is kell készülni, és azért örülök ennek a műsornak, hogy ebben az időben történik ez, hogy felhívjuk a nézők figyelmét arra, hogy oda kell figyelni gyerekeknél, nagyon fontos, felnőtteknél szintén fontos, már most elkezdeném felerősíteni a szervezetet, hogy könnyebben vészeljük át. Nem azt mondom, hogy nem lesz semmi baj. Tehát aki bármiféle vitaminnal vagy gyógynövénnyel erősíti az immunrendszerét, az nem nincs biztosítva felől, hogy őt semmi nem támadja meg, de nem mindegy, hogy milyen mértékű, milyen szövődményű és milyen mélységű lefolyása lesz.
Tehát hiba lenne azt hinni, hogy most akkor biztos, hogy biztonságban vagyunk, hiszen a nyár az adott sok plusz energiát, hogyha már így nevezzük az immunrendszer védekezését, de ne legyünk ebben biztosak, hanem figyeljünk oda, mivel erősítsük immunrendszerünket, és akkor most gondoljunk itt elsősorban a légúti problémákra. Igen, hát a felső légúti vagy alsó légúti, tehát ez már minden önmagában a légúti problémáknál nagyon fontos az, amiről beszéltem, hogy például a kórokozó bejutását akadályozzuk meg. Vannak olyan készítmények, amit, hogyha elszopogatsz, egy védelmet ad, vagy orsprébe van a hatóanyag, ez a cystocinkánusz nevezető hatóanyag, amit az orrod nyálkahártyára permetezel, és akkor lezárod ezeket a bejutási forrásokat. Na most, hogyha már bejutott a kórokozó, és esetlegesen érzi valaki, hogy kapar a torka, tehát még nincs is komolyabb tünete, csak az, hogy kapar a torka, akkor oda kell figyelni. Egyébként is alap, az én véleményem szerint mindenféleképpen a C-vitaminnak és a D-vitaminnak a szedése. Nem kell túlzott nagy mennyiségben, de mindenféleképpen vigyük be a szervezetbe. A D-vitamint mindenképpen, mert ugye egy zsíroldékony vitamin nagyon-nagyon kicsi a természetes beviteli forrása, és sokkal több kell, mint amit eddig gondoltunk, és a tudomány gondolt. Most mindig jönnek újabb felfedezések és újabb tanulmányok, amelyek azt igazolják, hogy sokkal nagyobb mennyiségű D-vitaminra van szükség, mint amit eddig gondoltak. Tehát a D-vitamin. A C-vitamin úgy szintén, ezzel ügyesen, okosan bánni nem kell nagy dózisban, mert azért a vesén keresztül választódik ki, terheli a vesét, főleg, hogyha valakinek kálcium anyagcsere zavara van, ott esetleg megköti a kálciumot, és akkor vesekövesség van, de ott is kisebb dózisokban naponta többször nyugodtan lehet alkalmazni a gyerekeknél is. A gyerekeknél is a C-vitamin bizonyítottan segít a stressz tűrésben és a stressz oldásban. Tehát ha reggelente egy 200 mg-nyi kis C-vitamin tablettát elszopogattatunk egy kisiskolás gyerekkel, akkor adtunk neki egy erőt, energiát ahhoz, hogy jól bírja a következő időket, órákat, ami előtte áll. Az időseknél pedig gondolom kiemelten fontos. Az időseknél nagyon. Főleg azért, mert ugye egy idős embernek a felszívódás, az anyagcseréje is másként működik, a felszívódás is másként működik. Tehát nekik már sokkal gyengébb, esetlegesen a belek is olyan salakosak, hogy már nehezebb. Tehát egy idős embernek mindenféleképpen javasolom, hogy kezdje el már szedni a probiotikumot. Tehát az, hogy legalább ez a felszívódó képessége, ez valamilyen szinten javuljon, hogy az a táplálék, hogyha ő minőségi táplálékot fogyaszt, az a táplálék jól tudjon hasznosulni, de ehhez tiszta és egészséges béltraktus kell. És ugye általában idősebb korban székrekedésesek az emberek, sokkal lassabb az anyagcseréjük. És ezt ugye hashajtókkal próbálják ellensúlyozni, ami megint csak egy nagyon rossz dolog, és megint csak gyengíti az immunrendszert. Tehát vannak olyan gyógynövényes dolgok, amivel egyensúlyba lehet tartani ezt az anyagcserét, ilyen például a pszílium, az utifümak héjpora, ennek van például egy mikronizált változata, ami kifejezetten időseknek javalt, nagyon sok vizet tart meg, nem engedi a vízretenciót a vastagbélbe, tehát hogy visszaszívódjon és beszáradjon a széklet. Tehát már ez is egy immun erősítés. És hogyha ezen így túl vannak, akkor nekik is nagyon fontos a vitamin. Idősebb korban azért egy jól irányzott multivitamin. Én ezért szeretem kikérdezni a betegeket, hogy táplálkozik, mit csinál, hogy mi az, amiből neki esetlegesen több kell, mi az, amiből kevesebb kell. Szerencsére most már lehet válogatni, van sok minden, de ne feledkezzünk meg egy nagyon-nagyon fontos termékcsaládról, a gyógynövényekről és a gyógynövényekből készült főzetről, vagy hívjuk őket gyógyteának, amit mindenféleképpen javaslok idősnek, gyereknek, aktív korúnak, sőt babát váróknak is, mindenkinek megvannak azok a növénykeverékek, amelyeket lehet alkalmazni. Egy az, hogy a folyadékfogyasztása ezzel valamilyen szinten biztosítva van. A kettő meg az, hogy a gyógyhüveknek nagyon, főleg a jól összekevert, jól összeállított gyógyhüveknek
nagyon erősen, szinergista, egymás segítő hatása van, és egy pozitív dolgot tudunk belőlük kihozni. Amiről nem beszéltünk, az az immunrendszer betegségei. Nem olyan régen javasoltam valakinek pont a tavaszi időszakban, hogy emeld meg a C-vitamin adagodat, és az volt a válasz, hogy sajnos neki ezzel nagyon kell vigyáznia. Igen, te szerintem az autoimmun folyamatokra gondolsz. Van egy ilyen betegség együttes. Igazából ez egy nagyon érdekes dolog, mert az autoimmunitásnak nincs meg a háttere, nem tudják, hogy ez mitől van. Az a jelenlegi nézet, hogy nem ismeri fel, rosszul ismeri fel a saját sejtjeit, idegennek ismeri fel, az a bizonyos antigén-antitest reakció nem megfelelő, nem jól látja el jellel a sejteket, és idegenként ismeri fel, és elkezd maga ellen dolgozni. Ez egyfajta vélemény, én ezt annyira nem osztom, de ez a hivatalos vélemény, és ilyenkor valóban félnek, hogy nem szabad immunrendszert erősíteni, de ebben az esetben is lehet, mert azok a bizonyos T-limfociták, azok a védekező sejteknél ott van egy olyan ágens, hogy fékező sejt, tehát magát ezt a védekezési folyamatot koordinálja és fékezi. És vannak olyan gyógynövények, például az echinacea purpurea, vagy az astragalus, ami kifejezetten ezt a bizonyos fékező mechanizmust koordinálja. Úgyhogy nekik ez lehet. És akkor még konkrét tanácsokat adjunk a nézőknek, hiszen nagyon fontos, hogy felkészítsük szervezetünket erre az időszakra, amikor a Covid-on kívül más vírus is jöhet. Ugye akikre nagyon oda kell figyelni a gyerekek nyilván, bár ők könnyebben átvészelik az eddigi tapasztalatok alapján a vírus lefolyását, és akikre még nagyon oda kell figyelni, az az idősek, tehát a légúti problémák ellen említettek, tetted a teákat, milyen teákat fogyasszanak? Nagyon sok gyógynövényes teánk van, amit lehet, van már keverék is, de egy nagyon fontos alap ez a bizonyos echinácea, amit mindenkinek, nem csak az autoimmun betegeknek ajánlok, hanem mindenkinek. Lehet preventíve is fogyasztani, tehát megelőzésképpen, amikor még nincsen semmi probléma, nem folyamatosan, kis szünetekkel, tehát szedem 3 hétig, iszom vagy szedem, mert cseppekben mindenféle formában van, 1 hét szünetet tartok. Megint 3 hét, 1 hét szünetet tartok. Hogyha netántán eközben esetlegesen valamilyen fertőzés érne, ki lehet egészíteni a grapefruit mag kivonatával. Rendkívül jó. Virucid, fungicid, baktericid, de ugyanígy van az oregano kivonata, az oregano olaja, egy nagyon erős vírusölő. És ugye tudjuk, hogy a vírus gyógyszerekkel nem tudunk kezelni, mert az antibiotikum nem hat a vírusra, tehát ezért is most szerintem egy kicsit fokozottabb figyelem fordult a gyógynövények fele, mert a hagyományos orvoslásnak nagyon szűk keretei vannak, nyilván vannak, de azért az nagyon szűkek, inkább csak intézeti keretek, tehát ilyen otthoni keretek között kifejezetten jó, hogyha tudjuk, hogy milyen gyógynövényhez nyúljunk. De hogy a tejákat kérdezted, kiválóan alkalmas a citromfű. Például a citromfű az onnan ismerős, hogy nyugtat, de nagyon jó antibakteriális hatása van. Jó pár évvel ezelőtt volt a agyhártya gyulladás járványszerű, tehát volt egy ilyen vírus, és akkor a citrom olaját csepegtettük, nem citromfű, citrom olaját csepegtettük, és az a korokozókat öltett, tehát maga a citrom olaja és az illóolajak itt alkalmazhatók, is alkalmas erre. Tavasszal viccelődtem azzal, hogy még a parfümöt is felváltotta a teafaolaj illata. Ezt most nem említetted, belsőleg használható a teafaolaj? Igen, használható. Egyébként még olyan nagyon sok minden van, csak hogy a szűkös az időkeret, és nem tudom, mert az ezüstkolóitól elkezdve ugye a teafaolajon át valóban így van. A teafaolajat van egy készítmény, például amikor kombinálva van grapefruitmag cseppel, és van benne még kakukkfű és rozmarin olaja is, amelyek szintén vírusgomba baktériumölők. Tehát a teafaolajat külsőleg, belsőleg lehet alkalmazni, mindenféleképpen jó, és ott van a jó öreg ezüstkoloid, amit én fertőtlenítésre a legtökéletesebbnek tartok. Mi a kilincseket, kapcsolókat, kezet ezzel fertőtlenítjük, és magunkat is belülről.
Nagyon szépen köszönjük a tanácsokat. Kedves nézőink, Supiszné Tóth Máriával az immunrendszerről beszélgettünk, és nem véletlenül tettük ezt, figyeljünk oda és vigyázzunk immunrendszerünkre. Vendégünket egyébként heti rendszerességgel vasárnap 9 órakor hallhatják a Vörösmarty Rádióban. Viszontlátásra!